A Szederkényi Szabadidős és Kulturális Egyesület célja, hogy igazi közösséggé kovácsolja a település lakosságát. Az egyesület nem csak a néptáncosoknak kínál folyamatos szabadidős tevékenységet, hanem egyebek mellett kézműves és alkotótábort is szervez az általános iskolásoknak a nyár folyamán. Eleinte ott alvós táborunk volt, és ez most már egy 10 éve körülbelül, hogy napközi jellegűre váltottuk, de nagyon nagy sikere van. Meghirdetés után egy héttel szinte betelik a létszám, hiszen egész napos programot biztosítunk nekik, alkotnak, kézműveskednek, kirándulunk, most éppen gyógynövényekkel foglalkoznak a gyerekek, van kisebb sportolási lehetőség, tegnap kincskeresés volt a faluba. Tehát én úgy gondolom, hogy olyan tartalmas programot biztosítunk a szülőknek, ami nekik nagyon fontos, és nyilván ugye mivel van pályázati forrásunk, így az anyagiak is jóval kedvezőbbek, és ez a mai világban szintén nagyon fontos a szülőknek. A gyerekek többsége évek óta részt vesz a táborban. Igazából így dolgokat csinálunk, ilyen értékes dolgokat, ilyen, és nekem igazából nagyon tetszik. Most ilyen hűtőmágnes csinálunk, és ilyen levendulákat fogunk rárakni, meg ilyen gyöngyöket. Már voltam tavaly is, meg tavaly előtt is. Már voltunk kirándulni, hol voltunk? Ja, Mohácson voltunk, és nekem is az is nagyon tetszett. Kedden voltunk Mohácson, elmentünk egy étterembe, ott ebédeltünk, és hát igazából kirándultunk egy nagyot, és most leginkább ugye kézműveskedünk csak, de viszont kint is voltak játékok, ilyen labdás játékok, szóval nekem eddig nagyon tetszik. Nagyon jó dolgokat csinálunk. Most jött egy néni, ilyen Ági néni, ilyen környezetismert dolgokkal foglalkozunk. Itt sok jó dolgokat csinálunk, nagyon kedvesek a tanárok. A kirándulás tetszett a legjobban Mohácson. Egy tornost szervezünk, minden évben kérik a szülők, hogy többet, de ugye erre a táborra nagyon sok előkészítést, a tábor maga sok előkészítést igényel, hiszen a foglalkozásokra mintadarabokat kell készíteni, és tényleg le kell őket foglalni, mert akkor érzik jól magukat, mert ahogy a gyereknek nincs valami a kezébe, rögtön hajlamos mondani, hogy unatkozom. Tehát mi ezt megkerüljük, és rögtön egész napra lefoglaljuk, úgyhogy sajnos nem bírunk többet. A tervek szerint a következő nyártól régi mesterségekkel is megismerkedhetnek majd a gyerekek a kézműves és alkotó táborban.